Szép napot mindenkinek, sziasztok! A mai játékunk a The Room névre hallgat. Erről annyit kell tudni, hogy egy puzzle játékról lesz szó. Előttünk egy doboz lesz, amiből különböző feladványok fognak kijönni, és különböző feladványokat kell majd ezen a dobozon megoldanunk. De biztos érdekes, mert ez egész ilyen misztikus és érdekes. Tehát így kell elképzelni, itt van előttünk a dobozunk. És már is itt egy levél itt előttünk. Oké, elveszük ezt a kulcsot, amivel ki fogjuk tudni... Ja nem, ez még csak a tutoriál része a dolgoknak. Itt megmutatjuk, hogy... vagy megmutatja, hogy mit fogunk tudni csinálni. Kaptunk egy eyepiece-t, ennek a későbbiekben lesz szerepe. Feed me and I shall survive. Give me drink and I shall die. Etes meg is túlélek, és hogyha pedig vizet adsz nekem, akkor meghalok. Mi vagyok én, vagy valami hasonló. Jó, hát az első gondolat szerintem, hogy ide kell egy kulcs. Nincsen kulcsunk. Ide is kell egy kulcs. Minden hova csak kulcs kell. Tűz. Nagyon jó. Oké, meg tudjuk nézni. És akkor így meg el tudjuk forgatni, hát ez szuper. Jó, milyen formájú nekünk ez a kulcsunk? Szerintem ezt fogjuk tudni vele nyitni. Így bizony, ahogy mondom. Akkor próbáljuk meg átalakítani ezt a kulcsot. Hogy ebbe a kulcsukba is beférjen. Nagyon jó, mi ez? Ez egy érdekes... kis dologocska. Munkodnak, aha. Látjátok, ez pont ide való. Úgyhogy most jól elforgatjuk. Hoppá! Találtunk egy eyepiece-t. Ó, Isten, mi ez? Hú. Oké. Oké, kellemes hangok jöttek a fülembe. Jó, hát az eyepiece ez nekünk ilyeneket fog tudni. Megmutat egy másik dimenzióból dolgokat. Meg még ki tudja, hogy honnan. Hát jó, akkor nézzük meg. Aha, és most már tudjuk forgatni. Így bizony. És hirtelen megmozdul minden. És mindenki, és kinyílik a széf, amiből megkapjuk a dobozunkat. Chapter complete. Nagyon fénylik, ez egy jelen lehet annak, hogy bjöny-bjöny, itt munkuskodások vannak. 5, 7, 2, az alsót ezt nem látom. 5, 7, 2, mert ugye ezek kódok, tehát itt egy kódot kell nekünk beírni. 5, 7, 2, és valahogy az alsóra kéne még rájönni. 6. 6 lesz az alsó. 6. És ezzel kaptunk egy kapcsolót, ami kinyit még több dolgot. Oké. Nézd csak, nézzétek csak. Itt lent megvan, hogy a bal alsó sarokba nekünk majd azt a fura teremtményt kell beírni. Ezt be is írom, bal alsó sarokba ezt a tükrözött, meg középen meg vonal. Tehát... ezt. Aha. Hoppá, találtam egy könyvet. És itt van még egy, vagy a jobb felső sarokba pedig a kígyós keresztes cuccat, oké? Okay. Jó, nézzük, mit tud ez a könyv. Próbáljuk meg kinyitni. Így. Oké, okay. Meg lehet állítani, el lehet olvasni. És ehhez kaptunk egy
Akkor kaptunk egy ilyen kis tekerentyű bizbaszt, amit valószínűleg majd nekünk... Na, mit kell használni? Milyen ez? Hát ilyen négyzet alakú. Hát azt ide igazán használhatnánk, nem? Használhatnánk, de hát az túl egyszerű lenne. Teljesen igazad van, kedves játék. Fent esetleg van-e valami érdekesség? Aha. Van bizony. Itt találtam egy miniatűr teleszkópot. Oké, ez esetleg semmi csillag. Aha, ott még egy. Bal felső sarokban ez a kör, meg nem annyira kör. Tehát ez. Ezek, hogyha lesznek ilyenek, akkor ezeket nem fogom tudni körbeírni. Vagy hát körbeírni fogom csak tudni, de hogy merendes nevük, az biztos, hogy nem. Ezt meg igazából... Végig is tipmixeltük. Hopp, itt van még egy sztori darabka. Hopp, itt az oldalán van egy kis kallantyú, és itt fogjuk tudni használni ezt a tekerentyű bizbaszt. Amivel... Hát elkezd forogni. Sőt, mi van, hogyha... Én ezt egy kicsit megforgatom. Aha. Már is van egy nagyobb teleszkópunk, amit ide be tudunk tenni. És mit látunk, ha belenézünk? Hát egyelőre semmit. Viszont itt van egy ilyen kis tekrentyű. Haha! Na, kaptunk kotont, ami nagyon jó, mert azt végre meg fogjuk tudni akkor gyújtani. Bam! És már munkodik is. Oké, akkor még nem működik. Viszont... Itt kiugrott ez a kis pöcök, amit eddig próbáltam. Nagyon jó. És most már munkodik. Király. Akkor ezen elvileg most már átlátunk. Oké. Ez egy creepy man. Nézzük meg így. Oké, jóval durvább. Azt írja, hogy trial. Oké, trial. Most már tudjuk, hogy trial. És itt kinyílt egy ilyen dolog. Jó. Ha már itt vagyunk, akkor ezt megfejtjük. Nem ez a megfejtés? Mindegy, ezt egyelőre itt hagyjuk. És akkor megpróbáljuk beírni, hogy trial... Triális, admirális. De itt hiányzik egy L betű. Haló? A bágya eltűnt a képről. Megunta. De hova tűnt? Hová tűnt Demon Hill? Oké, meg... Kicsit összébb volt kavarva, mint gondoltam. Nem tetszett, hogy egyébként azt a fejet kellett ott kirakni. Mi az? Ez a kecske hornos, nem tudom micsoda. De kaptunk egy L betűt, amit tudjuk, hogy hol kell betenni. És egy már is ki van nyitva. Let's go! Ami kinyit nekünk egy másik dolgot. Itt van még egy üzenet. Ez a 2/7-es. Valamit látunk-e? Látunk hát. 2, 3. Majd így-e. Ez a jobbra 5, balra 2. Aha. Hogy ezt akarja nekünk mondani. Na most nekünk kell kibalanszolni attól függően, hogy merre nézünk. Megvan. Jó. Hú.
Jézus Mariska. Na, ide kell nekünk ez a cucc. És akkor azt hiszem, hogy ezt nekünk így össze kell rakni. Hogy így kiadja ezt a képet. Így van. És most már befér oda a kulcsunk. És most már ki tudjuk húzni ezt a vackot. És van még egy kulcsunk. Kulcs-kulcs hátán, amivel valószínűleg ezt fogjuk tudni kinyitni. És hát itt egy csillag. Jó, hogy az előbb megnéztem. Ah, és mennyivel bonyolultabb kulcs kell ehhez. Mindegy, nézzük, mi történik, hogyha én ezt ide berakom. Megkapjuk a harmadik feljegyzést. Oké, van egy gyűrünk. Oké, és ezt tudjuk forgatni. Jó. Hát a gyűrű, az szinte biztos vagyok benne, hogy ide kell. Oké, nem tudom, hogy ez mi alapján működött. Á, ez lesz az ötés. Ez a... Ez lesz a kettő, és ez lesz az öt. Így bizony. Mondjuk annyira nem volt nehéz ezt a kódot megfejteni, ami itt volt, úgyhogy... Jó, ez forgatható? Forgatható, hát miért is ne lenne forgatható? Túl egyszerű lenne, hogyha nem lenne forgatható. Jó, szerintem ide kell. Már csak meg kell néznünk, hogy... most lesz jó. Yeah, boy. És akkor van nekünk most már egy ilyen forgatható csillag alakú cuccunk. Nem is tudom, talán... Hát ebből ítélve talán ide fogunk tudni berakni. Így bizony! Ez is megvan. És még egy lock kinyílt. Egy second seal is open. És akkor maradt a harmadik. Úristen. Jó. De valahogy lett még egy szintje ennek az egésznek. És akkor van itt egy hasonló dolog. Itt a feketének a jobb felső sarokban kell lenni, és ott is van nagyon jó. Várjatok csak. Aha. Hát úgy kell eligazítani ezeket, hogy ne zavarja ezt. Hát ennek valószínűleg így kell állni, és a háromszögnek pedig... Így. Úgy. Nagyon jó, és akkor itt van egy elasztikus bendális megmozdulás és egy large cog. Így is van, és akkor már is munkodik az első első téma, amivel van egy kis csavarhúzónk. Így bizony, és akkor itt na. Megint a fordigatós cucc. Szerintem ezt majd ide kell nekünk berakni. És ez is mutatni fogja? Mutatja bizony. Mutatja bizony. Medium sized cog. Gyűjtsük itt a... mi a szart? Mik ezek? Fogaskerekek. Nagyon jó, második is készen van, amivel kaptunk még egyet. És elkezdett itt minden forogni, mintha muszáj lenne. Jó, mivel van még együnk, ezért gyanítom, ezt is meg kell valahogy csinálnunk, de hogy? Így. Az elasztikus bendel. Forog minden össze meg vissza. Oké. Hát tudja, hogy nem azért vagy így, hogy csak úgy. Így van.
Egy od. Egy régi kép. Rev 605. Esetleg itt tudnánk használni. Oké. Azaz, így lesz az. Így most már nagyon jó. És akkor kaptunk egy kis silver shieldet. Vannak fenn nekünk itt ilyen katonáink. Szerintem oda kéne adni az egyiknek. De melyiknek? Nála nincsen semmi. Adjuk oda neki. Oké. Van egy kék kövünk. Oké, szerintem ezt a kék követ mi megpróbálhatjuk ide berakni. És azzal, hogy mi ezt forgatjuk, ettől semmi nem lesz jobb, igaz? Igaz. Aha. Ó, látom. Mire? 6.05-re kell állítani, igaz? 6 óra, 0,5 perc. Így bizony. Kinyílt a következő rész is. Rengeteg minden van itt, kérem. Kezdjük itt. Csináltam. Square hole. Látunk rajta bármit? Itt látunk egy kis kézlenyomatot. Nagyon jó. Ezzel kinyitottunk egy kis boxot magunknak. 4x7. Nézzük ezt a kis dobozkát. Jó, azt nézzük meg, hogy... Valahogy arra az elalakú dologra kéne rávezetni ezt. Rá tudjuk vezetni erre, ami... pedig rávezet erre. Van egy kulcsunk. Forgathatós? Nem forgathatós, ez az. Oké. Azt hiszem, ezt ide kell beraknunk. Jaj, ez is olyan szutyok, mint az előző, csak sokkal nagyobb. Jó. Azt te mi leszel, ha nagy leszel? Oké, van itt egy... frame of piece of paper. Oké, szerintem ide ezt be kéne tenni. És hogyha így nézzük meg. Oké, most a hideg is kiráz engem. Szigil. Square hole. Nagyon jó. És akkor a kódunk pedig az volt, hogy szigil. Igaz? Szigil. Ó. Oh. Oké. Okay. Ez egy elég furcsa kis gyémántocska. 5x7, csak nektek, csak most. Wow. Egyelőre a doboz oldalára kell fókuszálnunk. És kaptunk egy ilyen kör alakú kis cuccot. Amit szerintem mi ide be tudunk tenni.
van, és ebben pedig van egy... Tudtam én, hogy van itt valami turpisság. És egy hatszögletű térkép darabot kaptunk. A hatszögletű térkép darab pedig... ide való. Ezt az eszközt nekünk ide kéne berakni. Amivel... Oh, hello. Hello. Ah. Jó, hú. Tehát ez egy ilyen időzített kis cucc volt. És még itt is van egy. Úgyhogy még akkor megcsináljuk ezt is. Mi? Ez miért nem nyomógombos? Most akkor erre ebbe az irányba indul. Vagy nyomógombos? Nyomógombos, azt csak nem vettem észre. Oké, ez is megvan. És ez pedig egy csillag. Tibet. Talán Tibet. Ki tudja. Jó, hát tudjuk, hogy ezt hova kell betölteni. Hát ide kell betölteni. Ez nem az. Ez nem kell nekünk. Ez sem kell nekünk. Ez kell nekünk. Ez nem kell nekünk. Ez kell nekünk. Meg ez kell. Ja. A felesleget elfelejtettem eltüntetni. Oké. Okay. Van még egy ilyen kis reflektáló device-unk. Szerintem tegyük ide a másik mellé. Oké. Okay. Aha. Valami történt. Hát két különböző tükör volt, ez máshogy törte, vagy borította a fényt? Igen. A fényt az azt a kurva. Igen, mert a fényt az borítani szokás. Nálatok is? Oké, kaptunk még egy térkép darabot. Ez azt hiszem ide való. Jó, van még nekünk ilyen kurbliszerű akármink, ami szerintem majd ide lesz jó. Nézzük meg, hogy ez mit tud. Oké, hát kinyitottuk. És körülbelül ennyit. Ennyit tudtunk tenni az ügy érdekében. Akkor... Ah! Ha! Ha-ha! Látjátok-e? Látjátok, testvérek? Ennyi az élet. A mindent látó szem. Az kell nekünk ide. És van egy kocka alakú dobozunk. What kind of kocka is this? Hoppa. Egy kis puzzle. Oh yeah. Már mindjárt nem kocka, látjátok-e? Ezt hova fogom tudni én elberakni? Aha. Hoppa. Nézzétek csak. És most már van egy... látcsövünk. Ez nekünk miért jó? Hoppá. Ezért jó nekünk, mert tudjuk, hogy ez. Ami szerintem... Ha lehet egy sanda gyanúm, akkor erre fog vonatkozni. Erre bizony. Megvan az utolsó térkép részlet is, és a hatodik feljegyzés. Oké.
És kész van a földgömbünk is. Wow. Na, Emma and Duffy. Azt mondom én erre. Chapter complete. Nézzük, mit látunk. Van itt egy kis gombunk. Ez a gomb, ez egyelőre nem csinál semmit. Van itt egy ilyen kis tekerentyű bizbaszunk. Aha. Itt valahogy az együttállásokat kell figyelni. Így. Így. Nagyon jó, van egy tekerentyűnk, és megvan a hetedik. Oké, hát a tekerentyű szerintem ide fog kelleni. És akkor jól megtekerjük azt a középső kis karikát. Kard. Oh, hello. Márjátok csak, ezt lehet forgatni, nem? De. Bam. És van egy kardunk. Hát csak ilyen egyszerű lenne kardot szerezni. Középre esetleg? Ó! Oh. Igen, kicsit irracionális, hogy mennyi minden fér bele egy ilyen ládával, meg hogy egyes dolgok hogy tudnak csak úgy eltűnni. Jó, és akkor ezek most így fordigatódnak? Nagyon jó. Ó, oh, hello. Egy ilyen ellalakos dolgot kéne itt kialakítanunk. Gondolom, hogy ez, mert szerintem a grid az megfelelő. 3x4. 3x4, ja. De akkor nekünk egy ilyen kell, most kék. Nagyon jó. Megint forgathatunk. Megint évszakváltozás történik. Oké. Okay. Nézzétek csak. Kaptunk még egy kódot. Szerintem ezt próbáljuk meg beütni. Így bizony. És megállt. Na így, hogy megállt. Így most már akkor így. Hát tudjuk állítani valahogy, vagy ezt még forgatni kell. Csak jó fele kell néznem. Csak jó fele kell néznem. Egy nagy arany amulett. Csak nem egy ugyanilyen kör van itt is. Azt a... Na erre tuti nem gondoltatok. Mit tud? De nem tudom forgatni mi. És mi van akkor? Itt négy oszlop van, négy csík van, ezek meg nagyjából három oszlopra vannak osztva. Pont ugyanúgy, ahogy itt van. Mi van akkor, hogyha itt külön kódok vannak? Az alsó sorban kettő, a másodikban egy. Akkor a harmadik oszlopban megint kettő, vagy harmadik sorban megint kettő. És akkor a negyedikben meg középen egy. Akkor valami ilyesmi. Igen. Yeah boy. Nagyon jó.
Nekünk egy egész ilyen null elfú. Ez egy érdekes koncepció, contraption. Contraptió. Na nézzük. Oh boy. Most megint ez a cucc van itt középen, viszont most megváltozott a menetirány. Most, hogyha tekerjük, akkor ez vele együtt tekeredik. Ó! Oh. Erre nem számítottam. De belekerültünk a dologba. Most tudjuk forgatni? Hol vagyunk egyébként most már? Eddig egy szobában voltunk benne, nem? Nem a Stonehenge kellős közepén. Nézzétek csak. Itt van egy kód. Megint ez a kód. Ezt már használtuk egyszer. Na jó, már rakjuk össze ezt a témát. Ó, halló. Ezen belül is mi van? Hát akkor üres hely van ott. De hogy? Én nem mennék oda. Mármint, hogy... Chapter complete. Merre haladt tovább ez a sztori? Oh. Oh. Oh, hello. Kis dobozka. Hol vagyok? Hát én is ezt kérdezem, hogy hol vagyok. Jó, hát nézzük, mi ez a kis papír, amit itt találtunk. Oké, okay, ezen már nincsen számozás. Viszont van egy kód. Ezt ne felejtsük el. Ez még tám fontos lesz. Viszont az arany... Hoppá! Most már van nekünk ilyenünk, bár nem tudom, hogy mire jó, de van nekünk. Jó. Nézzük meg, ez micsoda. Ez egy tenyérlenyomat. Aha. És van rajta egy kis kapcsoló, amivel van egy kis gírünk. Egy háromszög alakú gír. Hát, hogy ezt a háromszögre kéne tenni? Lehet. Nagyon jó. És azzal, hogy ezt elhúztuk, itt hirtelen megjelent valami. Oh, hello! Aha, szóval ha mindegyik kék, akkor ez itt működik. És akkor még ezt kell nekünk itt kinyitni. Vagy mentem én az előbb? Nem tudom, de most így megyünk. És van egy kapcsolónk. Ezzel a kapcsolóval kinyílt nekünk itt egy... Oh! Oh. Egy metális orbitális. Oké. Okay. Hát ez úgy néz ki, mint a teteje. Ó. Oh. Na, nyílj ki. Szezám, tárulj. Nos, van még egy ilyen... Mi az gír? Nem tudok magyarul beszélni. Gír. Azt mondom, amit látok. Egy ilyen... fogaskerék. Oh, oh, Death Voyage. Ezek tarot kártyának tűnnek így elsőre. Bár nem vagyok szakértő a témában, úgyhogy inkább nem is megyek bele. Ez meg pont úgy néz ki, mint ami ide való. És a háttérben hirtelen elkezdett minden mozogni.
Most mi igazából bent vagyunk a dobozban? Egyre mélyebben? Ez egy érdekes gondolat. Na jó, nézzük, hogy ez mit tud. Itt volt valami. Aha. Hoho, hoho, hoho. Metal plate? Nagyon jó. És ezt így hogy fogjuk tudni itt ezt megszerezni? Mert ott is van valami. És erre meg rá lehet kattintani, de még nem jöttem rá, hogy miért. Jó, hát te mi vagy? Egy, kettő. Kettő ilyen kocka alakú cucc. Ez nem ide való, igaz? De! Hoho! De hogy nem? Na, és kaptunk egy zongorát. Ki tud zongorázni? Tegye fel a kezét. Aha, ez volt a kód, amit meg kellett jegyeznünk. Csak nem az egész izére vonatkozóan. Ennyi. A fiú egy igazi zenész, egy művész a fiú. Ó, nézzétek csak, hoho, hoho. Itt az egyes pötty, az a háromszög, kettes pötty a csavaros keresztes, a hármas pötty pedig a, hát ez a furcsa dolog. És itt van nekünk az egyes pötty, ez a háromszög. A kettes pötty a csavaros, a hármas pötty pedig ez a furcsa. És megvan, meg is van a coinunk. Ennyi, csak kicsit ki kell nyitni a szemünket. Na jó, van, nézzük, hogy ezzel a kainnal itt mit tudunk művelni. Hát ő jobban zenél egy kicsit, mint én. Most ezt le kéne utánoznom? Gondolom. Ezek szerint ügyesek voltunk. Van két ilyen handelünk, amit még nem tudom, hogy mire fogunk tudni használni. Végignéztünk már itt mindent. Nem néztünk végig mindent, mert itt van egy kapcsoló. És ez már meg is mutatja nekünk. Bihany, bihany. Azt hiszem nem ez, hanem ez a pozíció volt az. Ez bizony. Jó, van egy kulcsunk. Kulcsot azt tegyük a helyére. És nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni. És most megint másik irányba mutat. És most tudjuk... Itt mutatja meg. Szóval... Jobbra kell a négy lábú... Titi-titi. Balra meg a tükrözött gecomány. Itt jobbra kell... A négy lábú, titi-titi. Gyönyörű. És akkor balra meg kell a... Balra meg kell a... Ez. Akkor pont jó vagyunk. Akkor mi kell még? Megnyomtuk mind a két gombot. Aha! És ezért kellett ez. És ez nekünk miért jó? Ezért jó. Nézzétek, ez egy hármasnak tűnik én nekem. Akárhogyan is nézem, ez egy 5-7-3-nak tűnik innen nekem. 5-7-3. 5-7-3. 5-7-3. Haha, hát ennyi. És ide kellenek akkor ezek. Ó. Oh. Hello. Jó, és ez nekem miért lesz... Jó.
Ezért lesz nekem jó. Egyszerűen zseni. A fiú egy zseni. Jó, valószínűleg azért, mert már csinálta. Ez egy 2x2-es Rubik kocka, csak mondom. És kaptunk egy ilyen piros gemet. Nem tudom mi ez. Valami kövecskét. Ami oda fog kerülni ennek a ide, ebbe. És itt van a többi gemecske. Ezeket a játékokat mindig is gyűlöltem. De hát... Ja. Oké. És akkor már csak ezt a sárgát hogy fogjuk onnan kiszedni a helyéről. Jó, megvan minden négyem. És akkor ezeket én hogy rakom ide bele? Mindegy. Gondolom valamiért itt van ez a lencse. Aha. Hát ez egyelőre nem tűnik jónak. Na, viszont ez már jó néz ki. Na. Ebből lehet látni, hogy a Tips Mixből is meg lehet élni. Nem, nem lehet. De hogy így is lehet valamit okozni. Na. Hát ez nekem egy labirintusnak tűnik. Csak így ránézésre. Könnyű játék, könnyű gyerekeknek. Ahogy szokták említeni. Ah. Mi az ott? Ja. Ez eddig nem forgott ilyen gyorsan. Nem tudom, azt észrevettétek-e? És akkor ebből nekem itt mit kell? Ebből is ki kéne rakni azt a... cuccot. Aha, hoppá. Megvan, mit kell keresni. És kaptunk még egy ilyen kék genyót, amit ki lehet rakni. Így átjön ide, és így be. Zérgút. Na. Aha. Ez igazából egész gyorsan megvan. Haló? Oké, ettől is kiráz a hideg. Game complete. Game complete. Hatalmas taps nekünk, srácok. Yeah, kivittük a játékot. Na, hát ez lett volna a The Room nevezetű játék. Ez a The Room sorozat első része, ha jól tudom, akkor van 4 belőle. Legalábbis nekem 4 van meg. Ilyen videókra lehet még majd számítani. Szeretném mind a 4-et végigjátszani. Amúgy is végigjátszanám, de ha már így szoktam, így, tudjátok, így néha szoktam streamelni, akkor esetleg streamben is végigjátszhatnám ezeket. Úgyhogy én most köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, hamarosan, nem sokára, nem tudom mikor. Majd jönnek a következő részei ennek a játéknak. Addig is nézzetek szét a VOD csatornán, hogy megkövessetek be, meg ilyenek, tudjátok, amiket így el szoktak mondani nagy streamerek. Úgyhogy köszönöm mindenkinek a figyelmet, örülök, hogy itt voltatok. Ez volt még egyszer tehát a The Room. Én meg Kikin voltam, és a következő streamben találkozunk. Sziasztok!